moderától, ahol nem látod, hogy mit csinál ez a férfi? Megfenyegette a macskámat! Azonnal tiltsuk ki a csoportból, és egyébként is mi teendője? Mi a teendője, hogy föl kéne jelenteni az állatvédelmiseknél? Ahol segítsen valaki, segítsetek, kérlek! Igen. És úgy kimondunk ezen, hogy... hogy eljött a pszichológushoz, igen. Hű, de fel vagy zaklatva. Igen. Hogy az a helyzet, hogy hát benne vagyok ebben a csoportban a cicákkal, hogy szeretem a macskám, és van a Masni nevű cicám, és akkor hát igen, tehát egy csomó képet teszek föl. Nagyon szeretem a Masnit, tehát hogy tényleg az van, hogy én mit... Hogy az történt, hogy jött ez az ember, BG6781, és megfenyegette, hogy tudja, hogy néz ki a macskám, és meg fogja ölni. És nem tudom, hogy mit csináljak, mert jó, tehát hogy most már nem egyedül élek, hanem így van valaki velem, de tudom, hogy ő nem szereti annyira a macskát, és félek, hogy egyszerűen, hogy akkor a macska az, tehát hogyha ez az... Ha BG tényleg odajön a lakáshoz és bejön, akkor simán lehet, hogy meg tudja ölni. És hát én tehát, hogy teljesen készen vagyok attól a gondolattól, hogy egyszerűen Masnival történni fog valami. És akkor én egyedül maradok, mármint hogy oké, hogy ott lesz a pasim, de hogy Masni nélkül nekem tényleg az van, hogy egyszerűen nem tudom, hogy mit csináljak. Masni a része az életemnek, és tök fontos része. Tehát hogy én föl szoktam tenni egy csomó képet Masniról a Facebookra, mert tudom, hogy az a barátaimnak így megmutatja, hogy én ki vagyok. Igen? Tehát azért vagy ott egy csoportban, igen? Mert ott hozzád hasonló emberekkel cselekhetsz a téged érintő és érdeklő szimpatikus témában. Igen. Igen. És hát én nem értem, hogy keveredik oda egy olyan ember ebbe a csoportba, aki nem oda tartozik. Tehát, hogyha ő... Igen. Értem. Tehát téged akkor igazából ez most személyesen érintett, ő személyesen kikezdett veled meg a macskáttal. Igen, Masnival. Tehát akkor nem tudsz más csinálni, mint hogy 3, 4 vagy 5 lépéssel eltávolodsz ettől az egésztől. A csoporttól? Akár. Privát kiválaszthatod abból a csoportból azt az 5 embert, aki neked eddig tényleg adott valamit, segítséget, vagy bármit. De én, szóval, hogy én azt gondolom, hogy... De te melyik világban élsz valójában? Én azért vagyok ebben a csoportban, mert tudom, hogy ott hasonló értékrendű és hasonló gondolkodású emberek vannak. És egyszerűen én nem akarom azt, hogy az én baráti körömet kelljen leszűkítenem azért, mert valaki belépte be a csoportba. Most attól, hogy te nem jársz színházba, de én mondjuk meghívlak a pszichoszínház csoportba, vagy meghívlak akármelyik csoportba, meghívlak a Radóti színházba, és te oda bekerülsz, ugyanolyan jogod van elmondani, amit gondolsz. Ez a hátránya annak, hogy bárki bárkihez bármit szólhat. Nem. Mert más az, hogy valaki azt mondja, hogy mit tudom én, hogy... Én tehát, hogy azzal kezdte, hogy a tej nem jó az én cicámnak, de aztán oda jutottunk el, hogy megfenyegette a macskám életét. Ezt szerintem nem csinálhatja. Én sem fenyegettem meg idegen színészeknek az életét. Ezt még nem tudhatjuk. Ezt még nem tetted, még nem tudhatjuk. Érted? Mm-hmm. Jó. Tehát, ha már nem korlátozza ezt az embert semmi és senki, és valóban a többiek is szólhattak volna ez, neked kell kívül rekeszteni magad ezen, mert annyira elragad téged mindaz, ami a virtuális életedben történik, hogy nagyon érdekelne, hogy egyáltalán mi van a te valóságos életedben. Nézzük meg visszafele. Jó? Jó. Egyszer régen elhoztak hozzám, azért, mert több napon keresztül tadogtál. Lehet, hogy nem is emlékszel rá. Hát kicsi voltam. Igen. Akkor most nézzük meg, hogy mi is volt az az eset. 10 éves voltál, amikor emlékszem. Köszönöm.
Iróka, na mi van kicsinyány? Iróka. Papa, nem állhatunk föl! Nem állhatunk föl! Iróka. Mi engedik, hogy fölálljon? Miért nem állhatsz föl? Nyugi, kicsi virágom, na mi van? Jól van, kicsikém, jól tett. És aztán így megkérdezte a végén a nagyi, hogy milyen volt a borsó főzelék, és én mondtam, hogy... Na, mit mondtál a nagyinak? Elmondtam neki, hogy én nekem nem ízlet, hogy meg kellene a vieslit is. Ó, te és... kislányom, hát ilyet nem szabad a nagymamának. És azt mondta, hogy... Ismered a nagymamának. De nem, de akkor miért kérdezte? És azt mondta, hogy én kritizálom az ön főzkét. Na de hát kritizáltad, Piróka. De hát mert azt mondta, hogy kritizálja meg. Nem azt mondta, hogy kritizáljad, azt mondta, hogy milyen volt. Az nem ugyanazt jelenti, kicsi világon. Tudni kell különbséget tenni a kritika, és a nem mondom meg teljesen az igazat között. De nekem azt mondta, hogy a... Nem az, hogy itt kell térdelnem, és nem akarok itt térdelni, és így... De miért? Azért kell itt térdelned, mert megmondtad a véleményed. Igen. Hát ne mondd meg! De hát akkor meg... De... Kicsim, figyeljétek! Ez úgy néz ki az életben, hogyha kérdezik, hogy mondd el a véleményed, akkor nem mondd el. A vélemény nem azért van, hogy elmond, hanem hogy magadba tartsd. Nagyon okosan, ügyesen. Lehet egy-két mondatot elejteni, de nagyon csínyán. Jó, de és akkor, papi, hogyha így legközelebb ez van, akkor nekem... Tehát, hogy meg kell lennem megint mindent, és nem szabad elmondanom, és ha azt kérdezi a nagyi, hogy milyen volt, akkor azt mondod, hogy nem tudod. De akkor is ott vodom. De ne tudd. Pont ezt mondom, kisunokám, mert ha tudod és elmondod, és a másiknak az nem tetszik, akkor bizony térdelni fogsz hosszú időn keresztül. És az iskolában is? Az iskolában meg végképp. És... Ott van a tanár, aki nálad biztos, hogy sokkal okosabb. Vagy nem. Ha igen, akkor azért nem mondtál. Ha nem, akkor azért. És hogyha átmegyek a barátaimhoz, akkor sem mondhatom meg, hogy én nem tudom, hogy én akarok, nem tudom, akarok-e játszani pingpongot. Kislányom, ha többiek pingpongozni akar, akkor te is pingpongozni fogsz. És azért kell pingpongozni, mert a többiek pingpongoznak. Ez egy közösség, amiben élünk. A közösségnek meg vannak szabályai. Általában az a szabály, hogy az erősebb kutya, azt majd megérted, ha nagyobb leszel. Ezt most hogy fogalmazzam meg, hogy te is megértsd. Na szóval, van neked olyan barátnőd, aki nálad erősebb? Mert ő két évvel idősebb. Na most nem úgy értem, hogy értelek fizikálisan, hanem hogy ahogy a szellemében. Tehát, hogy ha két évvel idősebb, akkor ugye okosabb. Igen. Szoktál vele vitatkozni? Igen. Most mondom, neked. De akkor, hogyha azt mondják, hogy nem tudom, hogy... Igen. De akkor nekem mindenre azt kell mondanom, hogy igen. Nem. Nem mindenre kell azt mondanod, hogy igen, kislányom, nem értesz. Arra kell igent mondanod, amire igent kell mondanod. Ezt az ember jó időben mindig tudja. Te is tudd már a helyedet, kisunokám. Jó, akkor hogyha át akarok menni egy barátnőmhöz, de a nagyi azt mondja, hogy nem mehetek át, akkor utána nem akarok átmenni a barátnőmhöz. De át akarsz menni a barátnőtől, csak nem mész. És nem is mondhatom, hogy én
hogy menni akarok. De azt mondhatod, de úgy kell mondani, hogy aztán a nagymama elengedjen téged. Azt okosan mondhatnám, politikusan kell. De ilyet ma nem beszélünk, mert nem beszélünk politikáról, mert ha politikáról beszélünk, abból csapaj lesz, és ott tudja, hogy befogják a pofát. Jó, papa, akkor viszont megkérdezed a mamától, hogyha meg azt mondom neki, hogy igazából én nekem a pisti is íz lett, akkor fölállhatok innen, és akkor már mindenkinek azt fogom mondani, amit akar hallani, és nem azt, amit én akarok mondani. Megértetted, kis unokám. Látod, hogy milyen okos vagy te? Ezt szeretem benned, kis unokám, és ezt nem szeretem nagyanyádban. Szóval ez volt az az eset, ami után... Hát igen, és nem tudták soha megmondani, hogy miért, de hogy dadogtam, és akkor emiatt nagyon sok konfliktusom volt a suliban. Hát igen, sokszor a dadogó gyerek az azért dadog, mert annyira szeretné mondani, van akinél úgy alakul ki, hogy túl sok mindent akar egyszerre mondani, van amelyik gyereknél azért alakul ki, mert attól rettek, hogy nem fogják meghallgatni a mondat végét. És akkor nagyon gyorsan akarja elmondani. De hogyha meg arra használtad, persze nem direkt, ezt a dadogást, hogy el kell egyszer neked, szegénynek minden egyes esetben dönteni, hogy most mit mondjál. Mert hogy azt a tanácsot, vagy azt az életvezetési utasítást kaptad, hogy inkább ne beszélj. Igen, mert hogy az volt, hogy én, tehát hogy azt mondom, hogy én gondoltam valamit, akkor kérdeztek valamit, én átgondoltam, hogy ha én most erre azt mondom, amit én gondolok, akkor kell-e térdelnem, akkor kapok-e egyest, akkor beküldenek-e a sarokba, akkor szobafogságot kapok-e, és amikor rájöttem, hogy tulajdonképpen igen, én szobafogságot fogok kapni, ha elmondom, hogy nem tudom, hogy nem tetszik igazából az a pulóver, akkor rájöttem, hogy akkor igazából nem szabad semmit sem mondani, hanem az ember azt mondja, hogy nagyon tetszik a pulóver, és akkor fölveszem, és majd a suliban leveszem. Ez egy olyan jó taktika, amit úgy hívunk, hogy igazodok a többiekhez. Na ez az a dolog, ami miatt legjobban elveszíthetjük közben, úgy menet közben, úton útvére, saját magunkat. Na és akkor ez így volt hosszú ideig. Igen, igen. De azért mégsem ott tartasz már, mint 10 éves korodban. Ki volt az az ember, vagy mi volt az a dolog, ami miatt ez nagyot változott? Hát 16 éves voltam, és akkor jött ez az irodalom tanár, aki tulajdonképpen így nem tudom, egy idő után én mindig így tettem fel a hajamat, mert láttam valamilyen diákos filmben, hogy ez így jól áll, meg aztán elkezdtem ilyen, nem tudom, kivágott felsőket hordani, és akkor így... De miért? Akartad csábítani a tanárodat? Hát, nem tudom. Hát így az volt, hogy sokat rákoztam az órán, és mindig le is szúrt. Hát itt tetszett igazából, és akkor tulajdonképpen tőle kaptam meg azt a tanácsot, amire úgy egész életemben vártam, és hát aztán az egyik órán így, nem tudom, így, tehát hogy így, igen, az egyik órán történt. Na kicsikéim, gyerekek, akkor Rómeó és Júlia mindenkinek megvan, olvastuk, láttuk, megnéztük azért, ha valami, ez közel áll hozzátok. Na, szóval, kinek hogy tetszett a Rómeó és Júlia? A Istenem. Rómeó és Júlia tetszett valakinek? Senkinek, jól van. 16 évesek és azt se tudják, mi a szerelem, pedig a szerelem az a tiétek. Erről szól az egész Rómeó és Júlia. A szerelem, ami egy életen át kísér. Hát nekik rövid volt. Na most a következő kérdés, hogy ez a szerelem kitartott-e volna az életük végéig? Kinek mi erről a véleménye? Imádom ezt az osztályt. Lelkesek vagytok, és csak úgy árad felém ez a szeretet, senki többet harmadzok. Piró, te? Na, Piróka. Látom, hogy magának valami nem stimmel, magának tetszett a Rómeó és Júlia. Maga szerint kitart életünk végéig ez a szerelem, vagy nem, Piróska? Mert úgy tűnik az osztály szerint ez a szerelem nem is létezett. Hoppá, fölrúgtam a vizemet. Na mondja, Piros. Na most miért tartja magában a véleményét? Látom, hogy más gondol el. Nekem nem tetszett! Na végre, egy ellen! Na és miért nem tetszett, Piro? És miért nem mondta eddig? Látom, hogy megfeszül, szét akar szakadni a kis szíve.
Na mondja, Bill. Szerintem hülyeség. Piroska, látom, hogy most feszíti magát valami. Ne feszítse. Itt van mindenki előtt. Többiek nem értenek magával egyet. Nem, csak tudom, hogy majd egyet fogok kapni. És most akarom elmondani, Piroska, nyugodjon meg. Biztos, hogy nem fog egyest kapni. Azért, mert más a véleménye. Én elfogadom. Sőt, szeretném, ha elmondaná, mert ez fogja inspirálni a többieket is. És engem is, Piro. Bátran. Most durvát fogok mondani, Pirus. Szarja le a többieket. Nem én mondtam, mint pedagógus, én mondtam, mint ember. A kettő nem ugyanaz. Jó. Na. Szerintem... Én szerintem, ha nem halnak meg, szerintem született volna gyerekük. Eddig hibátlan az okfejtés. Tovább bátran, nem? Nyugodtan. Lazuljon már el, Piroska. Ezt érzem két éve, hogy maga mindig mondani akar valamit, csak úgy magába folytja. Ne folytsa. De... Nem, szóval, hogy szerintem így... Hát felesleges szembe menni a szülőkkel, tehát hogy felesleges olyan dolgot tenni, amit a szülők... Tehát, hogy nem lehet szemben. Mert? Miért? Miért? Mert... Hát szerintem el kellett volna szökni mind a kettőjüknek időben. Jó megoldás, Piroska. És többiek, pillanat, többiek, valaki? És sügelet, mondja Piroska. És szerintem tényleg együtt maradtak volna. Együtt maradtak volna? Igen. Szerintem felnőttek volna, szerintem összeházasodtak, és aztán utána, tehát hogyha elutaznak, akkor... Tehát